Sziasztok, Alex vagyok ebben a videóban. A legnagyobb, leghasználtabb tőzsdékre fogok most kitérni, hogy ki bírt választani, hogy neked melyik szimpatikusabb, és hogy melyiken mit lehet csinálni jelenleg. Ha itt a crypto200iq.com-ra feljössz, a tőzsdékre görgetve megtalálsz egy csomó tőzsdei linket, ami örökre szóló kedvezményeket és ingyen kriptókat ad, használd nyugodtan. Mindenképp iratkozz fel a csatornára, próbálok csak hasznos információkról videót csinálni, és kezdjünk is bele. Most legelsőnek a Coinbase-ről szeretnék pár szót ejteni. Nagyon sok kezdő itt kezdi a pályafutását, nagyon egyszerű a felülete, könnyű befizetni, Revoluttal azonnal megtörténik a beutalás. Maga a belső pénztárcája az úgy működik, mint hogy egy rendes kriptovaluta tárca lenne. Maga a kriptók kiküldése nagyon olcsó, mivel a hálózat díjat kell csak megfizetni, ami általában jóval kisebbek, mint amennyit a tőzsdék el szoktak kérni a kiküldésekért, főleg a Bitcoin és az Ethereumnál észrevehető. Hátránya viszont az, hogy minden kriptovalutának egyetlen egy hálózata van, általában a sajátja. Ha még nincs beintegrálva a saját hálózat, akkor legtöbbször RC20-as hálózaton elérhető. Itt a Learn and Earn-re kattintva találhatsz ingyen kriptovalutákat. Meg kell nézni pár kis videót és kitölteni a kérdőívet, nem lehet elrontani. És kapsz érte cserébe pár dollárnyi kriptovalutát. Akkor nézzük is, mi ennek a Coinbase-nek, a felületnek a hátránya, hogy a Coinbase az több részből adódik össze, van egy alkalmazása, van ez maga a Coinbase felülete, van egy Coinbase Pro felülete. Mi a kettő közt a különbség? Ugye ez a sima Coinbase felületnek annyi a hátránya, hogy itt ha vásárolsz kriptókat, magától a cégtől vásárolsz, konvertálsz kriptókat, akkor nagyon magas költséget számít fel a cég magának. Ezért ajánlott használni a Coinbase Pro-t. Ez egy ilyen csúnyábacska oldal, mondhatni kicsit gagyi, de a célnak megfelel. Itt a beutalt euródat simán át tudod a spot traderen kereskedni. Ugye a spot trade már ember és ember között zajlik, ezért minimális költséget számítanak fel. Nem a cégtől veszed a kriptót, hanem egy másik illetőtől. Amit még tudni kell a Coinbase-ről, hogy van egy Coinbase Card alkalmazás is. Itten a kártyát lehet igényelni. Kártyájukról azt kell tudni, hogy Binance kártyához hasonló, hogy kriptovalutát tudsz rárakni. Viszont ennek van egy kis hátránya, 2,5%-os tranzakciós költséget számítanak fel a kártyán lévő kriptovalutával fizetsz. Úgyhogy nem igazán ajánlom ezt a kártyát, de ha ki akarod próbálni, nyugodtan rendeld meg, találsz rengeteg információt róla. Nézzük is a következőt. Ugye a legnagyobb tőzsde az a Binance. Binance-nek nagyon jó a felülete, könnyen használható. Maga a trade felület nagyon kényelmesen kezelhető, minden alapfunkcióval rendelkezik, elég sok hálózat és kriptovaluta elérhető. Ide kattintva, itt találod a robotokat, itt is van ilyen automatikus grind robot, ki lehet próbálgatni őket, van automata beállítás is, beállítod manuálisan. Plusz, amit még lehet használni, van a Binance-nál az Earn funkciók. Itt lehet mindenfélét stékelni, lekötni. Fixet lekötésnél nem tudsz hozzányúlni bizonyos ideig, a flexibilnél hozzá bírsz nyúlni a lekötésedhez. És mindig vannak néha akciók, mint ahogy itt is láthatjuk, 120%-os stake van most jelenleg, 90 napos lekötésre. Amiről még itt is tudni kell, hogy itt is elérhető az euró befizetés. Amire még itt ki lehet térni, az a Binance Visa kártya. Nagyon jól használható kártya. Itt elméletbe kedvező díjakkal dolgozik,
Én általában azért euróval szoktam feltölteni, hogyha költeni akarok. Eddig semmi bajom nem volt vele. Hozzá van adva a Google Pay-hez, és telefonnal tudok fizetni bárhol vele. Akkor még amit tudni kell a Binance-ről, hogy van ugye saját DeFi hálózata, ez a BSC20, Binance Smart Chain, egy nagyon kedvező hálózat, sokan használják. Binance a kriptósoknak azért egy eléggé megkerülhetetlen tőzsde, elég hasznos tud lenni. A kriptovaluták kiküldése az eléggé magas a Binance oldalán, főleg a fő kriptók az Ethereum és a Bitcoinon szednek be legtöbb pénzt, mivel ezek a többi váltóhoz képest jóval magasabb költségbe kerülnek. Nézzük meg a következőt, az FTX-et. Ennek az FTX oldalnak a fő előnye, hogy minden kriptovalutát ki tudsz küldeni ingyen. Egyedül az Ethereum és ERC20-as hálózatokhoz, ha ingyen akarsz kiküldeni, akkor le kell stékelned pár FTT tokent, hogy ingyen kiküldhess naponta többször is ERC20-as és ETH-t is, mert ugye a többi az ingyen van. A trading felületje nagyon jól használható, kereskedőknek kedvező opciókat tartalmaz, aki szokott kereskedni, annak mindenképp ajánlott ez az oldal. Amit még meg kell említeni, hogy nagyon sok tőkeáttétes és részvények is elérhetőek az oldalon, nagyon sok mindennel tudsz kereskedni ebben a szempontból. Jönni fog az FTX kártya, ez hasonló lesz elméletben, mint a Binance-é. Itt is kriptókkal tudsz majd fizetni, ha minden igaz, már lehet előregisztrálni. Az FTX-nek a gyenge pontja az nem más, mint az euró befizetés. Jelenleg csak az úgynevezett slow SEPA-val tudunk beutalni, ami egy-két munkanapot vesz igénybe. Elfogadja a Revolutot is, de annak is ugyanúgy egy napot igénybe vesz. Ha rákattintunk még itt a különlegessége, hogy a beírt értékek és az elküldés után csinálni kell egy képernyő képet. Itt bármi lehet, ami igazolja, hogy te elküldted a banknak, azt a képet itt fel kell töltened, és utána bírod lekonfirmálni. Én egy nagyon jó kis tőzsdének tartom, de még van egy kicsit csiszolni rajta. Az ingyen kiutalás miatt meggondolandó a használata. Nézzük meg a következőt. Ez az OKX tőzsde, sokan nem használják, ennek maga a trade felületje teljesen használható. Itt is bármit megtalálsz, trade menüre, a trading botra rányomsz, akkor megjelenik ilyen bot funkciók. Tudsz indítani különböző botokat, mindegyiket meg tudod nézni, kis fabatos green bot. Automatikus beállítással akár és egyéb botok is elérhetőek. Akkor a következő, amit még meg szeretnék mutatni, az ennek az oldalnak a fő lényege. Van egy úgynevezett egy earn funkciója. Ha ide belejössz, elég magas apikat lehet találni. Érdemes szétnézni. Mindig van valami nagy százalékú kriptó. Érdemes megnézni, hogy mikbe lehet beszállni. Itt a főoldalon megtalálod egybe őket, ha rákattintasz az egyikre, megtalálhatod, hogy hányféleképpen lehet lekötni, és mennyi százalékokat hoz éves százalékok. Érdemes szétnézni, ami még nagyon érdekes, és érdemes figyelni itt ez a fresh. Ezek ilyen akciók, hogy pár napig nagyon magas apikat lehet szerezni bizonyos kriptovalutákra, érdemes figyelni, most is jelenleg jönni fog 31-én. Valószínűleg dobok is be ide egy kis pénzt. Itt nagyon nagy, magas százalékokat bírsz elérni. Mindenképp ajánlom, hogy nézz szét. A következő a KuCoin. KuCoin egy nagyon jó kis tőzsde, elég jó használható. Az alap dolgokat tudja, könnyű kezelni. Amire itt még ki kell térnünk, nagyon erősek a trading botokba, többféle trading bot elérhető, amiket elindíthatsz.
Itt van a Greenpot. Hagyhatod, hogy automatikusan az AI megnézze, beállítsa, illetve te magad is beállíthatod. Elég jó beállításai engedélyezettek a botnak, úgyhogy nagyon frankon be lehet őket állítani. Vannak tutoriálok mindegyikre, hogyha érdekel a dolog. Ezen a részen pedig tudsz másokat másolni. Itt lemásolhatod a mások botjainak a beállításait. Amit erről az oldalról még érdemes szót ejteni, hogy megjelent a Cloud Mining. Ugye van egy csomó ilyen kamu oldal, hogy fizetsz, hogy állítólag te ott bányagépet bérelsz, és abból profitálsz, viszont itt tényleg be lehet fizetni bányagépekbe, és onnantól kezdve neked fog termelni egész kellemes százalékokat, viszont jelenleg most éppen elkeltek, de ez egy új dolog, figyelni kell, mikor lesz újabb gépek, és aztán érdemes belefektetni, szerintem. Akkor menjünk a következő oldalra, Gate.io. Ez nagyon figyelemre méltó oldal. Ez az egyik oldal, ahol elérhető a legtöbb kriptó, minden ilyen újdonság egyből megjelenik. Maga a spot trade felülete picit fapados, de célnak megfelel. Ennek az oldalnak a különlegessége, hogy a rengeteg kriptó mellett rengeteg funkció is található. Többféle kereskedési forma, tőkeáttétes forma, rengeteg minden. És ki kell térnünk a stékelési lehetőségekre. Itt is nagyon sokféleképpen tudsz kriptoidat lekötni, valamelyik 100%-os API-val, rengetegféle verzióban. Itt mire mindent átnézel, ilyen bőségzavarod lesz, hatalmas API-k, API-erek találhatóak. Itt is, ahogy láthatod, hatalmas százalékok. Persze ezeknek vannak kockázatai, mint mindennek, ami kriptóban van. Tényleg, ha erre az oldalra feljössz, rengeteg mindent találsz. Nézd át rendesen. Ha rákattintasz egy kriptó trédelésre, itt megjelenik a bot funkció. Például itt tudsz green botokat is hozzáadni. Teljesen jó beállítható. Lehet automatikus, rábízott robotra. Ezt te is beállíthatod saját magad. A professzionálra kattintasz. Itt jelenik meg az összes bot, ami létezik. Rengetegféle bot van, mindegyiknek más stratégiával lehet kereskedni velük. Ezt is nagyon érdemes végignézni, ahogy írtam ezen az oldalon, bőségzavar van, szinte ki se kell vinned a kriptóidat, a pénzedet erről a tőzsdéről, folyamatosan bevételt tudsz termelni mindenből. Csak meg kell tanulni használni ezeket az eszközöket. És ha még ez nem volna elég, a copy trading, itt le tudod másolni másoknak a kereskedését. Itt láthatod alul, hogy éppen mivel csináltak ekkora százalékokat, láthatod a grafikonjukat, és rengeteg módon kereshetsz olyan embert vagy stratégiát, amit lemásolhatsz egyszerűen. A financiálban itt is elérhető a cloud mining, itt is lehet bányagépekbe fektetni, csak persze ezek azonnal betelnek, nagyon szép százalékokat hoznak. Ezeket mindig figyelni kell, hogy mikor van új gép, vagy szabad, és azonnal le kell csapni, mert rámennek egyből az emberek, nem véletlenül. Maga az oldal kripto kiküldése az egy kicsit drága, tehát a drága kategóriába tartozik, amit jó, ha tudsz, ilyen menedéknek a TRC20-as USDT az ingyenesen kiküldhető erről az oldalról. Úgyhogy ezt mindenképp ajánlom szemügyre venni minden kriptósnak. És a végére maradt nem véletlenül a crypto.com. Hát ezt az oldalt nagyon sokan ajánlják. Megmondom őszintén, fogalmam sincs, hogy miért. Mit is kell erről a crypto.com-ról tudni? Egyetlen előnye az volt,
hogy a maga crypto.com doménnevet megszerezte, és ezt kihasználva nagyon nagy reklámértéket kapott. Maga a két részből áll, van egy alkalmazás, és maga van a webes felület. Az alkalmazásban körülbelül semmit nem tudsz csinálni. Ugye magában az alkalmazásba lehet eurót befizetni, ami ezt a crypto.com-ot még nagyon reklámozza magát vele, hogy van kártyája. Erről a kártyájukról annyit kell tudni, hogy egy sima eurószámlát kapsz, és semmilyen kriptót nem támogat. Magával az eurót, hogyha beutalsz az applikációba, egyszerűen nem tudsz csinálni semmit, kizárólag buy funkciót tudsz használni, hogy a cégtől vegyél vele kriptót, amiért viszont nagyon magas költséget fognak felszámítani. Magába a spot kereskedésbe, ugye nincs euró, tehát nem tudod le spot kereskedelni, ugye nem tudod az euródat olcsóbban átváltani, hanem csak kizárólag a crypto.com-tól tudsz venni nagyon-nagyon drágán. És ha itt, ezen az oldalon, crypto.com-on csinálsz valami profitot, kriptódot, szeretnéd kirakni erre a híres kártyára, akkor ugye, mivel csak eurót rakhatsz rá, át kell váltanod valahogy euróra az oldalon. Amit viszont nem bírsz spot kereskedésbe, ugye spot az ember és ember között zajlik, aminek itt ugye mindig a tőzsde minimális százalékot számol fel cserébe, viszont a crypto.com-on az egyik legmagasabb ez a százalék is, tehát ha itt kereskedsz, nagyon magas százalékot fog levonni, viszont ha a kriptódat szeretnéd euróba átváltani, hogy aztán rábít rakni a crypto.com-os kártyádra, akkor el kell adnod a cégnek, ismét nagyon magas százalékú veszteséggel. Ha már ennyit vesztettél és ráraktad a crypto.com-os eurós kártyára, visszafelé már nem rakhatod a crypto.com-ra, egy irányú út, úgyhogy fogalmam sincs, hogy ezt miért ajánlják ezt az oldalt, nekünk európaiaknak egyáltalán semmi értelme. Egyedül, amiben erős ez az oldal, az a reklám, az összes, ezt a nagy mennyiségű befolyt pénzt, mindet fejlesztés helyett reklámokra költik, és magát a crypto.com-nak a tokenjét, a CRO-t, azt elég jó helyre felvitte a ranglistán. Van még egy úgynevezett Kronos DeFi hálózata, ott ugye a CRO a fő coin, amivel működik a hálózat. Ennyit szerettem volna mondani, meg kell hagyni, hogy a többi kisebb tőzsde is jön föl színvonalba, egyre jobbak, egyre több mindent tudnak. Érdemes szétnézni a tőzsdék között, folyamatosan fejlődések vannak, nagyon jó kis bevételeket lehet szerezni, és viszonylag biztonságosak. Mindenképp látogass el ide a crypto200iq.com-ra, ha kezdő vagy, itt találsz tananyagot, kripto adózásról információkat, használd a tőzsdei linkeket, hogy örökre szóló bónuszokat és ajándék kriptovalutákat kapj. Remélem hasznos volt, és tarts velem a következő videóban. Sziasztok!